Mindannyian találunk az életünkben, a mindennapjainkban olyan dolgot, amit éppen aznap, vagy azon a héten, abban a hónapban tettünk, ami jó. De az önkénteseket megkülönbözteti a többi embertől az, hogy ezt gyakorlatilag az életük részeként teszik. Hag Éva szekszárdváros alpolgármestere ünnepi beszédében arról is szólt, egyre több olyan emberrel lehet találkozni, aki saját idejét feláldozva tesz egy ügyért, amivel segítséget tud adni embertársainak. Szerencsére a fiatalokat is sikerül most talán már ezzel megszólítanunk, különösen, hogy új jogszabályi háttere van az önkéntességnek, talán egyre nagyobb teret biztosít arra, hogy a fiatalok is be tudjanak kapcsolódni a munkába, és ezáltal újabb ismereteket szerezhetnek, ugyanakkor egyfajta közösségépítő jelentősége is van ennek. Az idei esztendőben a szociális szféra területéről érkezett a legtöbb jelölés, mondta Réged Balázs, a Lakható Szekszárdért Egyesület elnöke. Az idei évi díjazott is olyan szervezet tagja, aki a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekek mindennapjait próbálja könnyebbé tenni. Az idei díjazott az Esőmanok Alapítvány tagja. Ők is olyan tevékenységet vállalnak fel, amely azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekeknek a mindennapjait próbálja segíteni. Azt gondolom, hogy szép példát szolgáltathat mindenki elé, mind az Egyesület, mind pedig Marianna tevékenysége. Az év Tolna megyei önkéntesek 2018 díjat adományoz Asztalosné Marosi Mariannak. Asztalosné Marosi Marian hosszú évek óta segíti a gyerekek beilleszkedését, fejlődését. Az a szeretet, ami viszi előre az embert, és az biztos, hogy ez az, ami segítheti azt, hogy tovább tudja folytatni azt a munkát, aki ezt elkezdi. Nem is munkának érzi, hanem ez egy olyan jellegű dolog, ami örömet is ad. Nem csak mi adunk, hanem mi kapunk is ezáltal, és többek is leszünk tőle.